Krisztina Mézes Kalács alkotásaiból nyílt kiállítás és vásár a Sopron-Bánfalvi Kolostorban decemberben. Alkotásaiban a régi motívumok és az új, modern minták is megjelennek. Akárcsak a csipke alkotásaiban, hiszen Krisztina hímez is. Most a csipkézést végzem éppen. Egyedi horgoldíszeket és mézes kalácsokat is készít Márton Krisztina, aki az ünnepek közelettével kifejezetten a karácsonyi témakörben alkot. Munkáinak egyedisége és szépsége abban rejlik, hogy régi motivumokat hímez tárgyakra, főként lakástextilekre. Igazából mézes kalács díszítése körülbelül egy bő másfél éve kezdtem el keményen foglalkozni, előtte is érdekelt, mert egy izgalmas terület, egy izgalmas anyag. Alapvetően én hímző vagyok, és az volt a terv, hogy amit hímzek, azt mézes kalácson hogyan tudom megjeleníteni, ez egy fontos dolog volt. De rá kellett jönnöm, hogy ez kútfőből nem fog menni, és elkezdtem keményen tanulni. Már kiskora óta készítettek otthon mézes kalácsokat, de akkor még más díszítési módokat választottak. Mivel hogy nekünk egy olyan egyszerű családunk van, hogy az volt a berögződés, hogy egy lánygyereknek meg kell tanulni főzni. Megmondom őszintén, utáltam rettenetesen, de meg kellett tanulni, és természetesen sütöttünk mézeseket is. Mondjuk akkor inkább az egyszerűbbeket, a magvakkal díszített el, a dióval díszített mézeseket sütöttük. Aztán amikor mert megpróbáltuk díszítgetni, és hát olyan lett, amilyen, de finom volt. A jó mézes kalácsnak is vannak trükkjei, erről fogadtam Krisztinát. Nem szabad kispórolni belőle az anyagot, és nem szabad silány alapanyagokkal dolgozni. A fűszer az elengedhetetlen, az mindenképpen kell bele, a jó minőségű méz az is kell bele. És hát rengeteg energia meg szeretet, és attól lesz az igazi. Karácsony közelettével előkerülnek műhelyében azok a formák és díszek, amelyek szorosan kötődnek az ünnephez. Jellemzően, mivel hogy csipkemániás vagyok, a csipke az nagyon sok mézes karácsonyon megjelenik, sőt úgy 90%-ban. Aztán a motivumok, amiket hímzek, azok is leegyszerűsítve rákerülnek a mézes kalácsra. Itt lehet játszani a színekkel, nagyon szeretem az egyszerű fehéren-fehéret, lehet, hogy most lett piros is, mert hát nincsen karácsony piros nélkül. Márton Krisztina egy olyan karácsonyfát is megálmodott a kiállításra, ami ötvözi munkáit, úgy a csipkéket, mint a horgolt gömböket. Ezen a karácsonyfán igazából az összes tevékenységem jelen van, amit én végzek, a csipke horgolás is, a mézes kalács is, a csipkékkel. Én itt azt szerettem volna megmutatni, hogy a most már lassan azt mondják, hogy elavult és divatja múlt a csipke. Én itt szerettem volna megmutatni, hogy egy nagyon elegáns, letisztult karácsonyfát lehet létrehozni a horgolt csipkével, és ki lehet egészíteni a csipkés mézes kalácssal is. Modern minták és színek is megtalálhatóak voltak a kiállításon. Ezen az asztalon igazából a mézes kalács tervezést megelőzte a barátnőmnek a kávés készlete, aminek a csodálatos zöldes szürkés mintája ihletett meg igazából, és úgy gondoltam, hogy ez az ezüstös csillogás, ez a zöldes szürkés színhez, ez remekül fog passzolni, és akkor így megszületett ez a csillogó cukorgyöngyös mézes kalács. Krisztina mindig gondol a legkisebbekre is, hiszen az édesség nem hiányozhat az ünnepi asztalról sem. Karácsonykor nagyon-nagyon fontos a gyerekekre is gondolni, és a gyerekeknek készíteni mézes karácsot külön öröm. A kedves kis angyalkáktól kezdve a mackókig bármit meg lehet formázni mézes kalácsból, és ezek a legkedvesebbek. A gyömbéres, fahéjas, szegfűszeges illatú mézes kalács nem csak a karácsonyfán mutat jól, meséli. Feldíszíthetjük vele az adventi koszorunkat, ajtó- és ablakdíszeinket, ajándékcsomagokra kötözhetjük, vagy önállóan tárra rendezve kínálhatjuk vendégeinknek.